Cső, Babi néni, sziasztok! A faszom ebbe a fénybe. Na hát van egy kis baj. Mi a fasz van ezzel a fénnyel már most már? De pont ezt kéne, mi? Na, van egy kis baj, gyerekek. Beállt a derekam tegnap. És kukát viszik, azt nézem. Na, beállt a derekam. És mondjatok erre gyorsan valami trükköt vagy praktikát. Nem bírok kiegyenesedni. Hát úgy állok fel az ágyról, hogy lekúszok térdre, és akkor úgy megpróbálom kinyomni a súlyomat, de hát borzasztó fájdalmas. Na mindegy, össze kell magam szedni, be kell fizetnem a csekkeket. Tök jó lesz ott sorba állni. Utána meg valami cipőt kell néznem, de nem tudom, milyen cipőt néznék, basszátok meg. Nem szeretem a bakancsot, a faszom tudja, nem, olyan nagy meg nehéz az, nem? De mindig is az ilyen deszkás cipők, meg ilyen egyszerű cipők híve voltam. Lapos legyen a talpa, nekem nem kell magas sarok, meg ilyen buziságok. Meg a faszom se tudja. Na mindegy, leginkább az a problémám, hogy 46-os cipő jó csak rám. És nehéz találni egy olyat, ami feljön a lábamra. Minden esetre elég szar. Jaj, keci! Várjatok, mert most egy kicsit lekönyököltem, azt nehéz kiegyenesen. Jaj, bazd meg. Fú, ez nagyon fáj, valamit mondjatok rá sürgősen, mert... Rottyom vagyok. Ráadásul most tettem két tükörtojást, azóta megy a hasam, az létezik, hogy szalmonellás lettem, gyerekek. Már megbaszom a kurva Istent is. Alig bírok, felállni, azt ott rohangálok a WC-re. Hát ennél nyomorultabb kombó nincsen, bazd meg a hasmedés, meg a derékfájás. Ja, na hát, ne arra ugyatok, hogy ilyen lehúzó, hogy lehúzlak a problémáimmal titeket, de hát most ez van. Valamit akartam én mondani amúgy, csak elfelejtettem. Ja, megyek a csekke. De azt mondtam, hogy megyek a csekke. Nem tudom, mit akartam mondani. Most megint le akarok könyökölni, de lekönyökölök, mert az meg. Nem bírom tartani. A derekamnál egy pontba. Megemeltem magam még a munkahelyen. Pedig egy fél órát dolgoztam tegnap. Ezt nesze neked. Pítung. Az derig láttam már azt a filmet. Nesze neked pítungot. Egyébként abban a zene az kurva jó. A Reflektnek volt egy dala benne, és az ilyen hatalmas sláger lett. Ráadásul mostanában, amikor elindulok dolgozni, ugye mindig másolok ki zenét, hogy útközben úgy hallgatom fülesen, és tök nehéz már az ízlésemnek megfelelő zenét találni. Ugye én leginkább elektronikus zenét hallgatok, vagy mi nem tudom. De ezen belül szinte minden, ami nem ilyen lakossági zene, ami a rádióban megy meg izé, hanem tényleg drum and bass, technót már nem nagyon hallgatok az arcot. Ahhoz én már túl öreg vagyok. Mindegy, és Jody Wisternoff, van egy ilyen előadó. Ismerem a munkáit, de ezt mondtam is talán nektek. És pont tegnap hallottam az egyik mixébe ezt a Nesze neked Pítong zenéjét. Na most ez kit érdekelt, vajon? Senkit, mi? Jaj, geci. Bazd meg, azt én így fogok cipőt próbálni, ott mindenki szeme láttára. A Deichmannba megyek, mert az ott van a posta mellett, én nem fogok itt izélni. Szeretnék egy Adidas cipőt. Én mindig Adidas párti voltam cipőben. Volt Nike, Puma, Lacoste, faszom, izé, de nem tudom, az Adidas kinézetében is. Nem, de nekem nem tetszik az a pipa a Nike-nál. Van ilyen? Hát hogy ne lenne? Jaj. Meg az Adidasban is csak ez a három csík tetszik. Az a virág izé, az nekem nem tetszik az a logó. Az a klasszikus. Jaj, gyerekek, hát nagyon fáj a derekam. Töltsem én ezt a netre, hogy itt szenvedek? Hát faszom se tudja, majd eldöntöm. Na jók legyetek, csáh!